Rendületet vett az Egri vár felújítása. Az engedélyek beszerzése után már a Szépbástyánál is dolgoznak, jelentette be Habis László polgármester Egerben. A város egyértelmű fejlődési pályára lépett az elmúlt 4 évben, fogalmazott Nyitrai Zsolt, aki szerint ez annak köszönhető, hogy a kormánnyal eredményes kapcsolatot sikerült kialakítani. A fideszes országgyűlési képviselő hangsúlyozta, megújul a kórház, az Egri belváros és több mint 2 milliárd forintból a vár is. Minden fejlesztés kiemelt fejlesztés, mert amikor előrelépünk, ami akár a turisztikai dolgokat elő tudja, a turisztikai attrakciókat elő tudja segíteni, vagy mondjuk fontos szerepet kap a munkahely teremtés, akkor az számunkra mindegyik kiemelt fejlesztés kategóriába kerül. Hát nyilvánvalóan az Egri vár az pedig egy külön csoda, hiszen ahogy említettem, Eger városának és Magyarországnak is egy nagyon fontos szimbóluma.